Sziasztok! Sziasztok! Most mi vagyok, ő pedig Brigi. Nem, ő pedig majdnem. Ő pedig Brigi a Tontmeni Kangoltal. Már jól voltam! Igen! De csak miattatok egyébként. Így van, és kezdjük a 8. epizódot, a Keep Calm. Uh-huh. Visszatért a Word of the Week. Úgyhogy kezdjük a 8. epizódot. Igen. És pedig elmondjátok nekünk, hogy what's your nickname? Uh-huh. Mi volt a beceneved? Mi a beceneved? Igen, igen, igen. Mondjuk már 7 óra, hogy őszintén csomóan itt lesznek, uh-huh. úgyhogy simán bele is kezdhetünk. Uh-huh. So, what's your nickname? Hányan vagyunk? 24-en. Szuper! Nem várjuk meg az 50-et. És akkor utána... Jó, jó. Addig dobjátok szívecskéket, lájkokat, hogyha hallatok, látok. És így látjátok, hogy a 8. epizódnak a témája az, hogy Keep Calm, visszatért a Word of the Week. Nem mm-hmm. sokára elérjük, hogy mi a Word of the Week. Ha csak addig ki nem találjátok, nagyon nehéz lesz. Így van. Oké. Okay. What's your nickname? What's your nickname? Ugye, most erről beszélünk. What's your nickname? Hmm. Do you have any? I know that you don't like female. No. Not really. It used to be Monyo. Monyo? Why? I don't know why. When you were little, or? No, when I was in when I was at university, one of my friends started calling me Monyo. That's really cute, though. Yeah, or Monyovsky or Mel from T-Mel. Oh, Mel, that is so beautiful. Mm. That's really pretty. Sziasztok! Okay. And yours? I had so many, but when I was in primary school, everybody called me Gizi, because we had so many Brigi in the class that they called me Gizi. And in high school? No, it was in primary school, and in high school, I don't really remember, but like a lot of people called me Sophie because of, like, you know, my second name is Zofia. And when I lived abroad, nobody could pronounce either Brigi or Zsófi. So I'm like, but Sophie, that's fine. Bridget or? I don't like it. Okay. I don't like it because it's like Bridget Jones. And I'm like, Yeah. Okay. So guys, what is your nickname? What is your nickname? Do you have a nickname? I know there was a post about it this week. But just for fun. Yeah, I remember that Turi Tamás's nickname is Bonfire. Which I think it's a really cool nick for, you know, like online. Okay. Yeah. You really look like a Gizi. Igen, ezt sokan mondják, ezt nem szeretem. Köszönöm, Tamás. There was a lady called Repülős Gizi. I know! She is my role model. I hope she isn't. I want to steal everything. Okay. Okay, so you're not a kleptomaniac, right? Not yet. You know, what the future holds. Who knows? Alright, so... I think we can start. 8-an vagyunk teljesen, túlmentünk a limitünkön, jó? Így van, így van. Aha, annyi, hogy tudjátok többen, de most már tényleg így mindig elmondjuk, hogyha, ugye, itt van Adri is, a hangoltól. György írja, bocsánat, my nickname is Pöti, because I'm small and the interesting thing that my daughter calls me Pöti as well. That's cute. Yeah. Itt van Szilvi! Diósa, ez tök közel van. Igen. Anglia, az nincs közel. Na, sajnos nincs. Zsolt. Szóval, hogyha ugye visszanézhetünk mindig a Don't Panic tét, tehát felhagyjuk az adást alapból, és szombatonként ugye megvágva hozzuk, és YouTube csatornánkon is megtehetünk, de ha beírjátok a Facebookra, hogy hashtag Don't Panic TV, akkor az összes rész feljön. Tehát a megvágott, visszajátszás, sima, amit ugye fent hagyunk, amit most láttok, úgyhogy mindent megtaláltok. Igen, és a Facebook posztokra pedig ugye a hashtag napi angol vonatkozik, ami szintén egy, hát jó, hogy kereshető. Na, aztán beszéljünk egy kicsit a Dumasúlyról, meg a ügyfeltalálkozó. Két hírünk van. Így van. Az egyik, az inkább az ügyfeleinknek szól, az ügyfelek alatt mindenkit nagyon szeretünk és imádunk, de van egy VIP rendezvényünk, ez jövő pénteken 7-én lesz az ügyfeleinknek, akik, ha te vásároltál bármikor is tananyagot tőlünk, vagy tanfolyamot, akkor jövő pénteken találkozunk, nem mondhatjuk el, hogy hol, mert ez egy titkos VIP találkozó, de kaptatok e-mailt, és az Art Facebook csoportba, vagy fülcsoportba is megfeljátok. Gyertek minél többen, mert nagyon sok jó programmal, este 6-tól 9-ig készülünk nektek.
előadásokkal készülünk, ott lesz mindenki a Don't Panic Angoltól, nyereményjáték, vetélkedők. Adri lesz a házi asszony, és szeretnék nagyon meggyőzni, hogy te töltöl talpig arany flitteres cuccvalamát. Igen. Még, de ő benne lenne egyébként, szerintem. Csak de akkor nekünk is kell. Én ezt még nem vállalom be. Még nem. Látjátok, Timi milyen. Na mindegy, szóval, hogyha szeretnétek, hogy a következő ügyfél találkozunk, mondjuk, hogyha 100-nál többen leszünk, akkor szerintem kell a Timi is beölt. Na jó, igen. Eladlaknak, hogy egy persze. Köszi. Lesz torta. Minden lesz, úgyhogy tényleg nyereményjátékozunk, sorsolunk és mindenféle vicces és hasznos előadással is készülünk, a beszédfejlesztésről fogunk beszélni. Úgyhogy, hogyha bármikor is válságotatunk bármilyen tanulókot, akkor szeretettel várunk, és most 6 órakor kiment egy e-mail nektek, illetve az Zár Facebook csoportban megtaláltok a linket. Teljesen ingyenes, természetesen ez nektek egy ajándék rendezvény, viszont regisztrációhoz kötött. Légy regisztráljátok, hogy tudjuk, hogy hányan lesztek. Igen, fontos, nagyon fontos ezt tudnunk, oké. És nagyon-nagyon szeretünk titeket ugye online tanítani, mert ez elég kényelmes, de azért vannak olyan dolgok, amik érdemes. Tehát, hogy amihez olyan személyes kontakt kell egy picit. Szeretném megölelgetni az akadémiásaimat, úgyhogy gyertek minél többen. És ugye az fontos, hogy mi közösséget építünk. Tehát nem csak online, hanem tényleg szeretnénk veletek találkozni. Tudom, hogy sokan vagytok külföldről, és aki ügyfelünk, arra gondoltam, nem is mondtam én neked, aki ügyfelünk, az előadásokat ki fogjuk közvetíteni élőben. Jó, akartam kérdezni, majd jó lenne. Igen, az zárt ügyfél csoportba, úgyhogy ha nem tudsz eljönni, akkor is az előadásokon részt tudsz majd venni. Szuper! Szóval nagyon jó lenne, hogyha akár tényleg a világ minden tájáról, mert nagyon érdekes előadásokkal készülünk nektek. Igen. Úgyhogy majd várunk titeket sok szeretettel. Úgyhogy... Ez nem egy kardigán képződéssel. De azért köszönöm. Nagyon olcsó volt. Okay. Gyertek ki! Jó! Nem megyünk Hawaii-ról, van. De. Jó. Menjünk Új-Zélandra. Jó, hát persze, nyilván. Igen. Dumasuli? Dumasuli, igen. Tehát tudjátok, hogy megnyitottunk. Szóval, hogyha figyelitek a Facebookot és az e-mailiteket, akkor tegnap este hivatalosan is megnyitottuk a Dumasulit, és szombaton pedig a VIP listánat nyitottuk meg. Most már nagyon sokan vagytok. Elmondani, hogy hányan vagytok, de rengetegen vagytok, tehát a 100 főt azt meghaladta. Úgyhogy írtózatos tanárkeresésbe. Tehát ugye az első pár óra után már a 100 bőven meg volt. Ha tudsz jó angoltanát, akkor kérünk titeket, hogy referáljátok hozzánk. Már infokukac.dontpanic.com, ugye? Infokukac.dontpanicangol.com. Infokukac.dontpanicangol.com. Nagyon várjuk a szuperebbnél szuperebb angoltanárokat, mint Brigi, Adri, Ors és most már Daniella is. Úgyhogy várjuk az angoltanárokat, hogyha tudtok, és van jó ismerősök, illetve gyertek a Dumasuliba, ugye ez egy kötetlen, beszédfejlesztő online nyelvtanfolyam, amit ezen a linken tudtok elérni, blog.dontpanicangol.com, és szeretettel várunk titeket. Nagyon izgulunk, tényleg annyira, vagyis hát nem izgulunk, hanem inkább izgatottak vagyunk. Igen. Mert olyan sok klassz dolgot találtunk ki nektek a Dumasuli kereteimből, és tényleg azt gondoljuk, hogy ez az, amit már nagyon-nagyon sokan kértetek, és hát most próbáljuk megadni nektek, ugye, a lehető leg... Ciao, Petetina! Igen. Bocsánat, csak közben szerelmeskedek a virágével van. Jó. Szerintem megbeszéltünk mindent. Kezdjünk majd bele. A végén, ugye, kérdés válasz, kimené, és akkor ott, hogyha esetleg nálatok szerintem nehéz. De hát, ha nem csak egy másfél angol tanár kéne egyébként, egy másfél angol, ahol sikasztunk ezt a valamit. Igen, cuki vagy, de... Jó. Szerintem nagyon sok jó angol tanár bujka, és mi el fogjuk találni. Most megtaláljuk. Szóval... Igen, boing, a Balázs fog csinálni egy ilyen gombot, amit... Az nagyon jó. Brigez mindig beveg, és akkor boing, mindig csapkodja az asztalt. Oké, szóval... The topic of today's TV is... Word of the week! Visszatért a word of the week. Nagyon sokan hiányoltátok, hogy mit beszélünk ilyen hülyességekről. Nem, azért nem ezt mondtátok. Szóval az e-heti ige, ami szintén sok fejtörést szokott okozni, az a ki. Nagyon sokan nem tudják, hogy mire való ez az ige, pedig nem. Tehát szerintem mondjuk a get vagy a take az sokan
Igen, sokkal összetettebb, sokkal-sokkal több jelentése van. A kép az egy elég straightforward. Igen. De hát a függetlenül megnézzük. Beszélünk róla, és az idioms with animals, tehát állatokkal kapcsolatos idiómák és kifejezésekről fogunk beszélni. Viccesebbnél viccesebb, hasznosabbnál hasznosabbakról. Így van, és hoztunk egy új játékot, bocsánat. Új játékot? Hát a gyors, ja, igen, a gyors, igen, vagy, igen, de igen, majd igen. Ezt majd igen, 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 igen. Oké. Szóval kezdjünk bele. Kezdjük a keep-be. Word of the week, ugye keep. Írjátok meg nekünk, légy szíves, hogy mi az alapjelentése, mi a basic meaning of keep, mi az alapjelentése a keepnek, ez az alapjelentései. Szeretnénk klónozni magunkat, igen. Hat felé. Felkeleltek magunk klónozás? De előbb írnak, hogy mi az a keep. Igen, tehát, hogy mi az alapjelentése a keepnek. Ezt beszéljük meg, jó? Mert biztos vagyok benne, hogy tudjátok, de ezért beszéljük meg. Aha. Csak az első két kommentet. Tart őriz. Tök jó, Turi Tamás. Jó, tart, folytat. Nagyon jó, Sanyi, köszi. Tart, megőriz. Oké. Igazából két, köszönjük szépen, nagyon ügyesek vagytok. Két jelentése van. Az egyik inkább egy nyelvtani szerkezetben, a másik pedig a valóban a tart, őriz, tartani és a többi ilyesmi. Beszéljünk először a nyelvtani szerkezetről. Okay. Csak még egy dolog, hogy ha így tartasz valamit, azt nem akkor a keep-tel tartod, hanem a hold. Hold, jó? A kezedben tartasz, nem, de a tarthoz elég sok. 9 dolgot írtunk össze. Tehát ez nem fizikai értelemben, hanem inkább kicsit ilyen elvont, vagy elméleti dologban. Tehát jó, ezt holddal tartod. Meg is írom ide, hogy hol. Vagy például a kézfogás, és valakinek megfogod a kezét szerelmesen, mondjuk, jó? Szerelmesen, igen. Tehát jó, azt mindenképp holddal csinálod. Jó, mint a hold, az igen. Nem az a hold. Jó, szóval az első nyelvtani szerkezet, és az egyetlen mára, az a keep doing something. És ez azt jelenti, mint a Sanyi is írta, hogy ismétlően csinálni valamit, tehát hogy folytatni valamit a csinálását, a gyönyörű magyarsággal. Nagyon fontos, hogy ugye align, aztán keep, amit ragozhatok bármilyen igeidőben, tehát I kept repeating, mit tudom én, az tök jó, viszont az utána következő ige mindig ing alakban lesz, és ez így ezt jelenti, hogy mit tudom én, I keep forgetting to call my mom, amit ugye majd mindjárt lefordítotok nekünk, hogy mit jelent. Fordítsátok le nekünk ezt a mondatot, légy szíves. Tényleg, de zenélhetünk volna. Hát, de most soha nem tudtuk, hogy Turi Tamás ezt a jelent. Hát, se annak. Na, mindig elfelejtem. Közel jársz az igazsághoz. Nagyon közel. Lehetne jobban fordítani? Szerintem igen. Folyamatosan elfelejtem felhívni a... Folyton elfelejt, Tibor Horváth megérkeztek, köszönjük szépen. Illetve Tóth Károly, igen, ő is. Folyton elfelejtem felhívni az anyukám. Folyton elfelejtem, állandóan elfelejtem. Szuper. Igen, a mindig meg az állandóan, az nagyon közel van egymáshoz. Igen, tehát ebben van. De a folyton a legjobb. Igen, igen, vagy állandóan. Folyton. Szuper. És a keep doing something, az nagyon-nagyon jó a folytonnal fordítani. Igen. Tehát ebben van egy olyan, hogy folyamatosan ezt csinálom. Tehát, igen. Mondjuk, she keeps losing her keys, folyton elhagyja a kulcsát, vagy she keeps dating idiots, mindig állandóan idiótákkal randizik. Így van. Szuper. Oké. Okay. Mehetünk. Oké, szerintem mehetünk tovább. Mehetünk tovább. Mit akartál mondani? Nem, semmi. Okay. Aztán végül meggondoltam magam. Tartani, ugye, amit nagyon sokan értitek, tartani, megőrizni. Folytatni. De hát ugye... Az előző. Aha. Igen. Jó. Keep animals. Keep animals. Uh-huh. Amit mondott a Timi, hogy nem a kezedben tartani, mert az ugye a holdacska, a hold, hanem hogy mint állatot tartani. Uh-huh. Ugye igen. A malacokat se így tartod, hanem Igen. Jó, tehát keep animals, és akkor felolvasod. Aha, my parents keep lots of animals around the house. Aha, Sanyi, a szüleim sok állatot tartanak a ház körül. Szuper. Így van. Tehát itt elég straightforward, szerintem a jelentése. Nem kell ezt itt annyira túlragozni, vagy hát szerintem Alessi, a halak. Gabi, Dani, nagyon ügyesek vagytok. Jó. Jó, aztán. Oké, aztán van egy ilyenünk, hogy keep something under control. Ez is szerintem majdnem szó szerint fordítható. Felolvasod? You need to keep your spendings under control, mondta apukám. Nem mondod ilyet, én mondom inkább neki egy kicsit.
fordítani. Oké, ezt valaki le tudja fordítani? Szerintem a két nem is olyan nehéz, csak ritkán tanítják így összeszedve. Igen. Költekezésedet ellenőrzés alatt kell tartanod. Én szerintem még a kontrollálni szó is működhet. Simán. Kontroll alatt kell tartanod a... De az ellenőrzés alatt az olyan magyaros. Figyelj, kiadásaidra. Aha, tök ügyes vagy. Kontroll alatt tartom kiadásaidra. Igen, tehát hogy néha egyébként, hogyha a szó szerint jelentésétől messze elvonatkoztatunk, és magyarosabban fordítjuk, de ugyanezt jelenti, semmi baj nem történik. Persze. Tehát ez, hogy figyelned kell a kiadásaidra, tök jó. Én ilyenkor azt szoktam csinálni, és soha nem működik, hogy becsukom a szemem, és elmondom, hogy próbálok a gondolatra fókuszálni, nem a nyelvre. Aha. Hát, hogy mit mondanék egy embernek, elképzelek egy szituációt, és akkor amik jön magyarul, ugye magyarul azért sokkal ügyesebbek vagyunk mindannyian, mint angolul. Tehát, hogy szó szerint kontrollt tartani, kezelned kell a kiadásodat, az annyira nem játszik itt, tehát, hogy kontroll alatt kell tartanod. Igen, igen. Tehát figyelned kell. Oda kell figyelned. Ez a legjobb, oda kell figyelned, így van, így van. És akkor under control, ugye, keep something under control, az ilyen CIA és meg bűnügyi filmekben is nagyon sokszor előfordul, hogy we need to keep this under control, és akkor ugye sosem tartják under control, és akkor azért van film, aminek örülünk. Jó. Okay. Aztán keep right, keep left. Ez is szó szerint fordítható. A GPS azt mondja, hogy a következő kereszteződésnél tartom balra. Amit én sose értettem. Na, vagy kanyarodok, vagy nem kanyarodok, vagy tudok balra tartani. De hát a két sáv van, és mondjuk az autópályán szoktam, amikor mondjuk igen. Több sáv van, és mondjuk az egyik az elmegy jobbra. Amikor idejövök, akkor szoktam balra tartani. Bizony. Egyébként én barom sokat tanultam abból, hogy GPS-t angolra állítottam. Uh-huh. Tehát, hogy take the second exit in the roundabout, vagy teljesen mindegy, tehát hogy szerintem... Jobbra tarts, balra tarts, szupára. Állítsatok hát az eszközeiteket, a telefonotokat, no, csak az a GPS, az olyan helyen állítsatok be, hogy tudjátok, hogy le kell menni. Ádám az rendszeresen kérdezi, hogy mit mondott a GPS, és akkor el kell neki. A Balázs, ő azt csinálta, hogy ő sofőr volt kint Angliában. Olyan? És amikor motort vezetett, akkor a sisakba beletette a telefonját, és akkor angolul hallgatta. És néha eltévedt, mert azt hiszem, az volt a sztori, néha még ugye nem beszélt annyira jól angolul, akkor így félrevezette, de ebből tök sokat tanul. Az biztos. Mondjuk éles helyzetben tanul az ember a legtöbbet, mert akkor ugye van tétje. Na jól van, elszorizgattunk itt. Oké, egyébként nagyon érdekes, hogy Új-Zélandon azt mondjuk, hogy keep lift here. De ott a jobb oldalon vezetnek? Ugyanott, mint Angliában. Tehát a bal oldalon. Igen. Ausztráliában is a bal oldalon vezetnek. Szerintem igen, abszolút. Az nehéz volt, akkor átmentem egy másik sárba, igen, tehát hogy fura, még automata volt az autó, de baromi nehéz szerintem megszokni. Nehéz, de meg lehet. Tehát, biztosan, vagy... biztosan. Kíváncsi vagyok, egyszer kitartanám, kipróbálnám. Majd kimegyünk az Elgihoz Londonba, és akkor ott vezetünk be Londonban. Hát ez vezetni. Az Új-Zélandi irodában. Igen, igen. Jól van, azt mondja, következő. A keep, ami nem egyenlő azzal, hogy give away, tehát, hogy megtartani. És a Sanyi mellé is fordította. Sanyi, túl gyors vagy, túl jó az interneted, menj haza, nem? Ti mi az itt elolvasom? Persze, I will keep this gift till the end of my life. Sanyi, otthon van egyébként. Életem végéig megőrzöm ezt az ajándékot. Igen. Megtartom. Pontosan. Okay. Tehát itt is a tart, az ugye visszaköszön, vagy hogy mindig ugyanaz. Oké. Okay. Aztán, keep the change. De mocskos állat. Nekem is ez jutott eszembe. Keep the change. De én nem tudom, mit mondom úgy angolul. Én nem tudom. Tudjátok, hogy mit mond a reszkesetek betörökben a Kevin? Ugye ez... Tartom az aplót, a mocskos állat. És milyen szituációban mondjátok ezt? Mm-hmm. Tehát, hogy keep the change. Ez milyen... Tartsd meg az aplót. Hajdú Éva, szia! Hajdvéma, te jössz az ügyféltalálkozz, remélem, hogy te már az ügyfelünk vagy, mert téged nagyon szeretném megismerni. Igen. Oké. Okay. Az until és a till ugyanaz. Jó? A till aztán kicsit ilyen menőbb. Kicsit szlengesebb, szerintem, nem? Szerintem nem. Viszont arra figyeljetek, hogy a till az kétel, az until egy. Tartsd meg az aprót, Sanyi nevet, tartsd meg az aprót, a mocskosár. Nem tudjuk, hogy... Én nem tudom, hogy... De most már azért is meg fogom nézni a TV-n, hogy mit mond a Kevin. Modanából, Éva, legyél egy repény.
Ha mondjuk fizetsz valahol, igen, étteremben például, uh-huh. vagy kávézóban, igen, abszolút, oké. Okay. Így van. Jó, okay. Menjünk tovább. Keep my job. Hát ezért ez elég könnyű. Ez úgy van, mint magyarul. Ugye? I want to keep my job. Szeretném megtartani a munkámat, az állásomat. Aha, oké, okay. Tehát tart meg itt visszaköszön. Aztán van egy ilyen, ezt felolvasod, Léci? Where do we keep the extra sugar? Ezt lefordítjátok nekünk? Hol tartjuk a plusz cukrot? Hol tartjuk a többi cukrot, a tartalék cukrot, az extra cukrot, aha, oké. Okay. Aztán, do you usually keep your promises? I think I do. I cannot keep a secret though. I'm okay. Horrible. Don't ever tell me any secrets. Okay. I try to be like, if it's a professional secret, I try to be like, you know, because that's like... Just, you only tell the secret to your boyfriend, right? Yes. Maybe. Okay. Megtartja a YouTube jó barát, megtartja az ígéretét, megtartani egy ígéretet, így van. Tehát itt is tart. Ez a keeping, ez a barátunk szerintem, nem? Szeretjük. Tehát nem egy take, meg nem egy get, meg nem egy give. És akkor keep a promise, és keep a secret, így ezt titkot tartani, megtartani az ígéretet, és ez is csak ugyanúgy van, mint magyarul. Így van. Király. Do you keep secrets? Sorry. Oh, no. Just me? You're asking me? You and them. Do you keep secrets? But I'm horrible at keeping secrets. Are you too? So horrible at keeping secrets. I think we are the same person. Maybe. Maybe, yes. And when I was organizing a surprise party for my husband. Mm-hmm. Husband. Yeah. It's so strange to, yeah, to call him my husband. Anyway. So when I was organizing a surprise birthday party for him, I was like, I gotta tell him something. I gotta tell him something. But of course, I kept that secret. That's so nice. Finally. I couldn't keep a secret because when Adam and I got together, like, you know, a long time ago, like, at the first month, I already said, like, for his birthday, I'm gonna take him to, like, a beer bike event or whatever. And it was so hard not to tell him. And now I told him. So I'm horrible. I kept the secret for 4 months, you know, and now that his birthday is so close, it's coming. I'm the same. Yeah. Okay. So keep your word, tartsd meg a szabad, tartsd a szabad. Yeah, mm-hmm. És ez is milyen kedves tőle, hogy pont ugyanúgy van magyarul. Yeah. Királyság. Jó. Okay. Szeretitek a képigét? Olyan jó. Visszacsinálhatod. Aztán voltak, emlékeztek ezek az iszonyatosan sok töménytelen mennyiségű plakát, ez a keep calm and carry on. Nem feltétlenül. Tudod a legend? Honnan jön ez a... Nem. Ez onnan jön. Brigi, tudtad? Ez a keep calm and carry on. Churchill mondta a háborúban. Komolyan. Ki volt plakátolva Londonban, én ezt így tudom, hogy keep calm and carry on, nyugodja meg mindenki, és csinálja a dolgát. Aha. És az innen jön. És ugye ott van a korona, meg minden. Az király. Viszont nyugdíjas folytást. Viszont ugye egy csomó mindenféle életszituációra, vagy élethelyzetre kitaláltak egy ilyen keep calm and... Drink coffee. Igen, keep calm and drink not coffee. Keep calm and drink vodka. Keep calm and don't panic. And don't panic, jaj! Egy ilyen poszter. Oké, keep calm and don't panic. És nekem a kedvencem, az, ami ennek a kifigurázása, mert egy időben tele volt vele, tehát tudom, hogy mindenhol ezt láttam, és aki félig meddig nagyon picit tud angolul, az is így kirakta a Facebookra, és akkor ugye hát én meg feljogosítva éreztem magam, hogy tudom, hogy nem is értettem, nem mindegy, mert egy genyó vagyok, és az a kedvencem, hogy van egy olyan kép, hogy act hysterical and give up, és ugye abban a koronában. Igen. És ezt ki fogom nyomtatni. Oké. Okay. Keep calm and study English, keep calm and don't panic. Yeah. Okay. Keep up the good work, vagy azt is mondhatod, látod, hogy keep up the hard work. Uh-huh. Igen. Elmondjuk nekik, hogy itt mi lesz a feladat. Itt ebben a... Hoztunk nektek egy csomó kifejezést. Ez már az, igen. Nézd csak. Oké. Ennek kezdődik, mert ilyen sok lesz. Oké. Okay. Azt szeretnénk kérni tőletek, hogy ugye nagyon-nagyon ügyes fordítóink vannak, majdnem mindenki az, hogy amit láttok a képernyőn, azt nem fogjuk megvárni, hogy mindenki, ugye az a 8-10-15 ember is véleforít, nem fogunk róla sokat beszélni, pont ezért, mert elég egyértelmű. Ez egy ilyen verseny. Ez egy ilyen verseny, gyakorlatilag,
és az első helyes válasz után azonnal tovább menjünk, hogy gyorsan lezavarjuk. Persze fogtok kapni egy részletes leírást arról, hogy milyen cuccok voltak benne, tehát hogy nem maradtok le semmiről, ha esetleg nem tiláztak az első, de akkor induljon. Jó? Mm-hmm. Tehát amint meglátjátok a képernyőn az írást, azonnal várjuk, és nem hagyunk nektek sok időt gondolkozni. Jó, szóval okay. Keep up the good work, ez mit jelent? Hát folytasd a jó munkát. Nagyon jó, mehet a következő. Okay. Aztán keep your chin up! Vagy azt is hát, hogy keep your head up. Keep your head up, aha. Aha. Megnéztem a Google-ben, és igen. A chin az gyakori, pedig a head-et gondoltam. Uh-huh. Aha, keep your chin up, or keep your head up. Ez a chin egyébként. Hogyha valaki esetleg nem tudná. Még mindig az előzőre érkeznek a fel a fejjel. Nagyon okay, jó, szuper, Attila, király. Okay. Aztán. What kept you? What kept you so long? A British accent. Nem tudom. De, az jó volt. Nem. What kept you so long? Aha, igen. Na, gyerünk, ki lesz az első? Ki lesz az első? Ki lesz az első? Ki lesz az első? Fel a fejjel, fel a fejjel. Az első jó megoldásig várunk, oké? Okay? Még a fel a fejjel nem vagytok. What kept you so long? Mi tartott eddig, Éva? Nagyon jó, szuper. Okay. Mi tartott fel, az is jó. I won't keep you long. Azt mondta, hogy okay. Elég hasonló. Nem tartalak fel sokáig, Éva Hajdú, kineszűlet. Nem akarlak feltartani, Sanyi, az is nagyon okay. Jó. Okay. Következő. Keep a diary. Keep a diary. Na, ez nagyon gyorsan, ez nagyon könnyű. Gyerünk. Bridget Jones Diary. Na? Keep a diary. Do you keep a diary? Have you ever kept a diary? You? No, me neither. I always started, but then on the second day, I'm like, fuck. Sorry. Naplót vezetni. Éva, hagyd abba. Jó, Éva. Sanyi, hagyd abba. Oké. Zoli, hagyd. Nem, nagyon ügyesek vagytok, csak itt tovább. Oké. Okay. Aztán, keep off. For example, when you're in a park, you can see a sign saying, keep off the grass. Keep off the grass. Ne pas marcher sur la pelouse. Ez franciában egy borzalmas gyűlöm. De a tínédzser fiúk szobájára is ezt szokott kiírva lenni. De a keep off, tehát nem távol tartja magát, picit közelebb van, maradj távol. De ezt hogy mondjuk magyarul? Hát magyarul nem azt mondjuk, hogy maradj távol. Hát nem. Tilos a bemenet. Tarts távol magad! Tarts távol magad! Jó, igen, benegyel. Nagyon jó. Kívül tágosabb. Jaj, de szép, Gábor. Gyönyörű. Nagyon jó. Aztán... Szuperek vagytok. Keep an eye on. Nincs belépés. Jönnek itt a király kommentek. Jól van. Aztán keep an eye on. I usually tell my dog, Zuza, mm-hmm. I will keep an eye on you. Yeah. And you do this. With my dog, no. No, because you don't think she was. Szemmel tartani. Éva, köszönjük szépen. Keep an eye on. Oké, okay, következő. Keep pace with. Ez a név, szerintem. Nem olyan könnyű. Azt, meg ennek a szinonimája az, hogy keep up with, nem? Igen. Keep up with. Yeah. Nem peace, hanem pace. Tartsd az iramat, köszönjük, szuper. Tartsd a lépést. Oda néz, Zoltán. Nagyon jó. Tartsd a ritmus, az is jó. De. Lépést tart valamivel, szuper, oké. Okay. Keep it simple. Keep it simple, keep it basic. Ne bonyolulj túl, de azért értsük. Ne bonyolulj túl. Csináld egyszerűen. Jól van, szuper. Aha, okay. Ne komplikálj túl, nagyon. Nagyon ügyesek vagytok. Keep your hands off. Ezt lányok szokták mondani. Igen, keep your hands off. El a kezekkel közben, belemerül. Ne tapíz! Ne tapíz, jaj, de jó, Sanyi! Jól tartunk, oké. Okay. Keep in mind! El a kezekkel, nagyon jó. Keep in mind that. Don't panic, do it every Tuesday. Mm-hmm. Exactly. Oké. Okay. Most nem beköszönöm. Évben tartani, aha. Éva, köszönjük szépen. Okay. Tartsd észben, hogy. Aha, oké. Okay. Oké. Okay. Következő, felolvasod? Keep it to yourself. Ehhez tartsd meg. Nem, a tartsd meg magadnak, tartsd hozzá magad. Nem. Tartsd meg magadnak, mm-hmm. Igen, amit Dániel és Zoltán és Attila. Tartsd meg magadnak, ügyesek vagytok. Oké. Okay.
Ez nagyon jó. Bocsánat. Keep something under wraps. Mm-hmm. Igen. Egyébként ez kicsit ilyen átvitt, de egyébként tök jó. A wrap, ugye ez a csomagolás például. Tehát valamit, ezt hogy fordítanátok? Most már mondom ezt. Tehát a wrap az ugye becsomagolja például az ajándékot is. Uh-huh. Volt egy ilyen karácsonyi reklám Angliában, ilyen rappelős volt, hogy wrap it like this, wrap it like that, azt ismered? Nem. Nem, tudod, akkora hülyeség volt. Ilyen rappelős volt. Wrap it like this, wrap it like that. Maradjon titokban, nagyon okay. Jó. Ha keep something under wraps, keep something under covers, az uh-huh. is volt, hogy valamit on the down low. Fű alatt. Tudat tartani? Aha. Igen, úgy mondjuk. Tartani. Szerintem mondjuk azt, tartsa csomagolásban. Nem. Mondjuk azt, az a szinonima ugye magyarul, hogy titokban tartani. Uh-huh. Tehát, hogy csak így egy bizonyos kör tudhatja. Uh-huh. Ez nem a fű alatt megbeszélni, hanem fű alatt tartani? Kérek egy kis magyar segítséget tőletek, nem tudom magyarul. Hát, nem tudom, ebben nem vagyok biztos. De hát ezt neki tudom. Valami alatt tartani. Véka alá rejteni! Hát, de ne rejtsd a véka alá a véleményed. Ez pont, hogy negatívban. Lehet, hogy egyébként az. Nem. Azt mondja Zsolt, hogy nem. Véka de alá akkor mondják, hogy mi. Igen. Hát, erre rá kéne nézni. Na jó, alatt. Tehát a titokban tartani. Igen. Fű alatt cselekvés van, az valamit csinálni fű alatt. Akkor a Tamás is ezt gondolja. Na, már ketten vagyunk, de aztán secretet. Keep it a secret. Persze. Ez csak egy ilyen kis idióma. Okay. Na nézzük a következőt. A leggyorsabbat várjuk, a gyorsabb megoldás. Keep me company. És nem a cég. Itt nem a céget jelenti, jó? Tarts nekem egy céget. Igen. Keep me company. Legyél a társaságom. Uh-huh. Beszélgessem. Hát persze. Ne hagyjál. A el, az nem feltétlenül el, de ne hagyj el valami. Légy a társam. Hát, ez nem ilyen izé, marry me, tarts ki mellettem. Nem. Még Attila... Valami mellettem, az elég jó. Aha, még Attila, Szilvesi Attila, hogy legyél a társam, az volt a legközelebb. Tarts velem. Én azt szeretem erre, hogy ne hagyj egyedül. Uh-huh. Nem magyarul, ugye. De tarts társaságot. Társaságot. Hát, hogyha... úgy a tükörfordításban nézzük, tehát maradj benne, hát nem úgy, hogy, tehát hogy nem az, hogy szakítani akar valaki, és igen, maradj velem, tehát nem úgy, hanem hogy ne menj el. Igen. Ne hagyj egyedül, igen, ne menj el. Aztán, keep your voice down. Hát ezt általában ordítani szokták pedig. Keep your voice down! Így anyuka azon volt a nerok a kicsi diákoknak. Maradj csendben. Szuper. Okay. Aztán ennek egy kicsit durvább verziója. Keep your mouth shut. Kussolj. Ez nagyon gyors volt. Igen. Pont akartam mondani, hogy ne a durva dologra gondoljátok, de ezt Zoltán megelőzött. Hát igen. Csendesebben. Gyakorlatilag tényleg az, hogy fogd be a pofádat. Fogd be a szádat. Igen. Még nem is a pofádat. Igen. Ez nem ennyire csúnya, mint ahogy magyar. Halkíts le a hangot. Jó. Okay. Befejeztük ezt a key, a word of the week. Igen. Csapjunk bele idioms of the week. Brigi olyan idiomákat hozott, ami állatokkal kapcsolatos, úgyhogy ma lesz szerintem, amikor majd megy a videót, viccesebb képeket fog hozni. Úgyhogy első körben ilyen szólásmondásokat fogunk hozni, 7 darabot, és a segítségeteket kérjük a szép fordításhoz. Éva. Igen. Okay, tehát az első felolvasod, Léci. Kill 2 birds with 1 stone. Ez nagyon egyszerű. Köszönjük, Timi! Most már mindenki tudja, mire gondoltam. Hol a bird? Hol a 2 bird? Igen, és akkor azt, hogy ez mit jelent? Legyet egy csapásra? Két legyet egy csapásra. Ugye az angol nem a legyet mondja, hanem a madarat. Jó? Simán azt mondtam volna, két madarat. Egy csapásra, két legyet egy csapásra. Okay, szuper, következő. Hold your horses. Fékezd magad. Az egész jó egyébként. Hátrább az agarakkal.
Hát mindenki ezt tudja, akkor lehet, hogy mit mondtál, Brigi? Azt, hogy lassan a testtel. Igazából azt szerintem ugyanaz, hogy hátrébb az agarakkal. Uh-huh. Lassan a testtel. Aztán a következőt már használtuk, let the cat out of the bag. Ezt már használtuk, hogy a zsákból kiengedjük a macskát, vagyis... Megint fogalmam nincs, ezt hagyom magyarul. Mm. De nem annak. Olyan rendes. Csak neked, csak neked. Persze, persze. Ti hogy fordítanátok ezt? Ugrasszuk ki a nyolat a bokorból. Nem rossz amúgy. Kifecsegi a titkot. Az nem. Nem. De az ugrasszuk ki a nyolat a bokorból. Jó, végül is. Hogyha minden ára valami kis testű szörös állatot valamit kell tenni. Zsákba macska. Hát... Nem, kiugrassz. Nekem tudod, mi tetszik? Igen. Hogy jöhet a cica, megsült a hurka. De sor. Tényleg, ezt mondjuk én kisgyerekeknek elárulni valami. Hát ugye, hogy derüljön fény az igazságra. Igen, igen, itt a magyar nem állattal mondja, ez jó? Igen, igen. Igen, vagy elő vele, nem tudom. Kibújik a szög a zsákból. Tényleg. Köszönjük. Ez a másik Éva. Igen. Csapjunk a lecsóba. Az se rossz. Nem rossz, de a szög a zsákból az a tuti. A szög a zsákból az kény, de nekem a nyulas is tetszett. Jó. Okay. Aztán, when pigs fly. Ez aztán egyáltalán nem így van. És igen. Nálunk sok minden szokott potyogni az évben. És az is. Csak legyünk azért kultúrátok, jó? Oké. Ez a... Oké. Okay. Erről már beszéltünk egyszer persze, egyébként, csak persze. Sőt, akkor once van. In a blue moon, így once mondtuk. In a blue moon volt, igen. Igen, once in a... Majd a piros hó esik. Igen. Igen. Majd a piros hó esik. Nagyon jó. Aztán, okay. Ezt nagyon szeretem. Monkey see... Na bocsánat, mindig én mondom. Magyar monkey see, monkey... Ez is újdonság volt nekem egyébként. Igen, igen. Ezt amúgy én is akkor fedeztem fel, amikor az egyik... nem is tudom, ki kérte, hogy legyen ilyen idiomás tudsz, uh-huh. És akkor abban volt a monkey see, monkey do. De nagyon tetszik, igen. Majd ezt jól megmondják. Hát, fogalmas is, hogy hogy mondjuk ezt magyarul. Te hogy mondanád magyarul? A monkey van benne. Megnézted? Vagy tudod? Hát, vagy... Megnéztem, de csak angolul, magyarul nem néztem meg. Azért csak jött egy... Utána ez majom szokás pontosan. Tényleg. Dóri, nagyon ügyesek vagytok, igen. Egyébként ez. Okay. Jó. A következőről már beszéltünk, uh-huh. Még arról is beszéltünk, hogy ez miért. Ismét egy jó musztustán sztoria volt. Igen. De ezt is megtanultuk. Igen. It's raining cats and dogs. Ez mit jelent? Ha Angliában élsz, akkor biztos hallottad már, mindennapi jelenség, minden mindennapi jelenség. Ez olyan, mint a it's not my cup of tea. Ja. Ja, ja. Na? It's raining cats and dogs, mintha Dézsából mentenék, oké. Okay. Sanyi, szerintem nem akarsz helyettünk dobberítani? Nagyon jó, Daniel, szuper ügyesek vagytok. Aztán. Okay. Take the bull by the horns. Egyszer voltam, udvarias. Na, ez mit jelent? Okay. Érjátok, hogy szakad az eső még az előzőhöz. Nagyon jó. Az is jó, igen, 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 abszolút. Szarván elfogja meg a bikát. Ilyet mondtunk magyarul? Nem tudom. Szó szerint ezt jelenti. De egy csomó mindenki. Vagy hát a Victoria is azt mondja, hogy szarván elfogja meg a bikát. Ilyet mondtunk. Szarván el megragadni. Lehet. Jé? Szarván el megragadni a bikát. Hát én azt mondanám, hogy szőrén megülni a lovat. De tényleg van ilyen szavára, nem megragadni, amiket el tudom képzelni. Hát ugye arról van szó, hogy egy olyan egy feladatnak ilyen teljes nekifutással nekiesni. Meg akkor is, ha veszélyes. Ami a tövön kifér alapon. Uh-huh. De ezt én megnéztem a fordítást, de hát nem bírtam idején. Szóval, menjünk tovább. Igen. Hozott nektek olyan kifejezéseket, Brigi, ami... állatokkal kapcsolatos. Nem ilyen közmondások, hanem inkább ilyen idioms, idióták. Így van. Aztán catnap, ez my favorite activity. Yeah. I would take a quick catnap. I'm exhausted. We say that a lot to each other. Mm-hmm. Yeah. So what's a catnap? Nem pihi nap. Egy macskányi pihi. Igen. Ez a short nap. Lustálkodik egy kicsit. Fáradt vagyok. Szundi. Nagyon jó. Rövid. Én short nap. Rövid kis pihenés. Pontosan. Oké. Okay. De aludni kell. Nagyon fontos. Hogyha kell. Yeah. Szundi kell. Szuper. Így aztán. Van. Chicken out. Nem szeretem.
Oké. Nem sok lett. Nem is igaz, hogy a tanfonítív van, hogy te így nem röhögsz hisztérikusan. Oké, okay, I knew you'd chicken out of bungee jumping. Ezt nekem mondhatnád. Na, ez micsoda? Kityúkolsz valamit. Libakver, nem. Az a goosebumps. I got goosebumps. Na, ez mit jelent, chicken out? Parázni. Közel vagy, de egyébként benne van ez. Benne a félelem, benne van mindenféle. Igen. Jaj, chicken out. Amikor valamit úgy gondoltál, hogy megcsinálsz, aztán az utolsó pillanatban mégis visszalépsz. Tehát, hogy tudtam, hogy kihúzod magad a bungee jumping alól, vagy visszalépsz a bungee jumpingtól. Jó, tehát az ezt jelenti, hogy chicken out. Toys. Nem kiugrik, igen, betolsz. Nyuszi vagy, McFly. Oh, igen, kirázideg, nem, szép felejtsétek el, mert semmi köze nincs hozzá. Betoi vagy. Igen, és azért visszalépsz a dologtól. Síró, kicsagolsan az. Oké. Osztán. Copycat. 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 Tudjátok, mi az, hogy copycat, mint másolni macska. Copycat. És ez volt a mondat, hogy... She's such a copycat, I had that sweater already. Okay. Vagy egyébként a copycat, én például arra használtam, amikor valaki egy online cuccomat lemásolta. Tehát amikor ugye a te szellemi tulajdonodat magáinak tünteti fel. Nekem még csak pulcsit másoltak eddig, úgyhogy elég jó. És akkor amit ingyen előállítasz, azt ő pénzért eladja szó szerint. Ez jó kemény. Aha. Utánozó majom. Utánozó majom, ott mászik a falon. Igen. No, oké. Okay. Aztán van egy ilyen fishy. Felolvasod? Hogy nem olvasnám. There is something fishy about your brother's new business partner. Nem halacskás. Meg nem is halas, meg semmi horgászással kapcsolatban. Bár azért van a közel a halakhoz. Majd elmondom, hogy távolról miért. Gyanús, igen, mint a suspicious. Tehát ugyanaz. Ez egy olyan szó. Suspicious? Az jó, azt mondja. Bűzlik, igen, aha. Kimért. Ezért mondtam, hogy van közel halakhoz. Én nem szeretek horgászni. Vajon? Okay. Tehát, hogy valami gyanús az a tesód új biznisz partnerével. Valami nem smakkor, valami bűzlik. Valami nagyon nem stimmel. Aha, tök ügyesek vagytok, oké. Aztán volt egy kifejezés, ezt a Brit-től tanultam ma. Timi, tudtad, hogy... Ezt elmondod? Kitty Corner. Na, azért várjuk meg, hát valaki jó. Tudja. Akkor addig olvassuk fel. Kitty Corner. Felolvasod? The entrance is Kitty Corner to the museum. Ez is a nyelvtani szerkezet, tehát, hogy a valami is, or was, actually, Kitty Corner to a másik helyhez. Hoppá. Tudjátok, hogy ez micsoda? Igazából egy ilyen irány, egy direction. Jelent. Nagyon kíváncsi vagyok. Éva, Sanyi. És tudod a miért jött, hogy miért lett ez, nem? Nagyon jól lenne megnézni. Macskaugrásnyira van. Nem, semmi értelme nincsen. Nincs köze a macskához igazából. De nem, van egy jó szóra. Elmondjam szerinted? Ó, pedig úgy örültem volna, ha valaki tudja. Na most, amikor van egy nagy kereszteződés, akkor sréhán van valami. Tehát, hogy van ugye négy sarok, és akkor állsz az egyik sarkon, és nem a jobb oldali sarok, meg nem a bal oldali sarok, hanem a szemben lévő sarok. És surranó pálya. Nem tudjuk ez mit jelent, de nem ezt. És tehát, hogy the entrance is the corner to the museum, az azt jelenti, hogy a bejárat, az sréhen szemben van a múzeummal. Vagy átlóban, átellenben. Egyébként, hátlósan így van. Ahol. Egyébként Oaklandben, az én nagy letűsebben is így van, attól nem jártam, hogy a nagy kereszteződésekben nem csak jobbra vagy balra mehetsz, hanem átlósan is az van. Átlósan is van zebra, és tökre, ez tök jó. Átellenesen, aha. Azt nem tudom, miért nem vezetik be. Tehát, hogy ott is meg kell állni, amott is, az egybe átmehetni. Ja, aztán átmehetni egybe a Kitty Corner-re. Aha, így van. Én a Times Square-en láttam először, de már nem ott, mert én nem voltam, de képen. És azt mondtam, ez miért meg Shanghai-ban van, ott is ott voltam. Aha.
Igen, ott is mondtuk, hogy a Kitty Corner. Azt tök jó, azt mindenhol be lehetne vezetni, Budapesten aztán pláne. Ezt ismerted a Billing? Aha. Én nem ismertem ezt, nem, amikor gyűjtöttem, akkor tetszett meg, és akkor... Ezt egyszer láttam valami ilyen, talán ilyen advanced short story-ba. Igen, aha. De ez olyan jó, tehát make a beeline for something felolvasod. I made a beeline for the toilet as soon as I got home. Because I was having a diarrhea. Muszáj volt hozzáadani. Én azt mondtam, hogy csak pisélnie. Szóval. Ezt le tudnátok nekünk fordítani? Ez valami urgent dolog. De már elmondtad, már volt hasonló, és csak ez. Jó, ez szerintem... Kis little hint volt nekik. Little hint. Na, ezt képest senki nem ír. Túl sokat segített. Írjatok. Fordítsatok. Az első útam oda vezet. Nagyon ügyesek vagytok, szuper. Rohanok. Egyenesen oda. Nagyon jó. Királyság. Melyik volt a kedvenc állattal kapcsolatos idiomátok ma este folyamán? Mi volt a kedvencetek? Nem a képes, hanem a második része, amikor állatokkal kapcsolatos idiomákat, kifejezéseket hozott, vagy gyűjtött nekünk Brigi. Neked melyik volt a kedvenced? Nekem? A chicken out, azt nagyon szeretem egyébként. Meg talán a... Ne legyél puding. Ez nem valami ilyesmi. Nekem a chicken out a kedvencem. Szuper vágtam volna, ilyet sem hallottam még. Szuper vágtam. Szerintem ezt a Kati találta ki. De a nyelvújítók minden tehetségével. Tímának idő, azt én is nagyon szeretem. Az is cuki. Van kis Tímának idő utánhozós majom, igen. Ott mászik a falon, azt mondják. Igen, Oviba. Azt mi is mondtuk, utánhozós majom, ott mászik a falon. Mit mondtál, mi volt az a... Hát most először az jutott eszembe, hogy aki mondja másra, az mondja magára, de az nem volt ma. Ha majd Balázs visszanézi, aztán megkérdezik tőle. Na, nekem a Kitty Corner a kedvencem, mert olyan okos vagyok, hogy senki nem ismeri. One Piece Fly. Monkey Do. Oké. Jól van. Hogy érzitek magatokat a Keep-el kapcsolatban? Jó barátságban, jó viszonyba kerültetek a Keep-el? Szerintem amúgy itt tök jó ige. Egy egyszerű ige. Esetleg más kérdésetek van? Ugye most eljöttünk a... Questions and answers. Hoppá, ez fejjel lefelé van. Nagyon menő. Jó, és megszerelte az Imi néni. Szeretem. Imi néni, oh my god. Igen, hívnak Szopi néninek. Nagyon jó. 10-ből 10-et kaptunk. Adj egy 10-es. Vagy egy high five-ot. Na, királyok vagyunk. Már megint. Bármilyen kérdésetek, akár az ügyféltalálkozóval, Dumasulival, Kippel, állatokkal, vadállatokkal. Kutyám, nem, messze jó, igen, vagy az angoltanások kapcsolatban most tudjátok feltenni. Az természetesen, amit megállítottuk, fogok nektek hozni, remélem nem felejtem el, egy ilyen átiratot egy Facebook posztban, hogy mi volt ugye volt, ez egy gyors volt ez a játék, és akkor megláthatjátok szépen feketén-fehéren egymás mellett a kip. Illetve amikor ugye... Majd vágja a Balázs, akkor a magyar megjelentését is mellé fogja írni, így van. Szia, Hetési Timi! Valami kérdésetek van? Mert akkor we are gonna make a beeline for it. Okay, questions and answers. Hogy lesz a demo leckék rendje? Ezt mindent megkapsz e-mailben. Jó? Tehát e-mailben fogsz erről értesülni. Ennyi. Ilyen hosszú az ide. Igen, most nem kezdenék vele, de mindent már fogsz kapni. Oké. Na kérdezzetek még, hát olyan szívesen itt ülünk, várjuk. Igen. Szuper, várom az átiratot is, nagyon hasznos volt, szuperek vagytok. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és hogy hozzászóltál. És ti is szóljatok hozzá, kérdezzetek. Goosebumps, írom neked, jó? Hogy volt a libabőr. És majd felirat is jön. Goosebumps, mint liba. És ilyen bump az ilyen kis liba-kukli. Talán. Ti mi a kedvenc színed? Melyikünk? Neked mi a kedvenc színed? Hát az Adrinak a lila, azt tudom. Nekem szerintem a fehér. Hát nekem most éppen ez a kékes zöldes. Ez a türkiszöld, nagyon szép. Nagyon jól is áll.
Na jó volt, várom a demoleckéget, köszönjük, okay. hogy jössz hozzánk, mi is várjuk, és izgatottak vagyunk. Emesen. Bármi kérdésetek van, tehát szívesen válaszolunk. Én már be is csakoltam tanap este a két duma órára. Szóval, tök jó. Fú, nekem tudod, mit tetszett a duma súlyba, hogy látom, van ilyen csacsogók, meg nagy dumások, mi a másik? Azt még ők nem tudják, nem ez tudják. Még a meglepi lesz, igen. És dumagépek. I should keep it under covers. Sorry. De nem sikerült a pénteki nyelvigen, szorítsatok, fingers crossed, igen. Majd írt meg nekünk a kiderült, hogy milyen lett a vizsga. Köszönjük, Zoltán. Zoltán azt mondja, hogy ezt állt a kép. A képpel kapcsolatban. You can keep it together now. Yes. Ez nem is volt benne. Keep it together. Überkirályok vagyunk. Veletek az egy óra repül. Köszönjük szépen. Jól van. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Igen. És akkor, Vivo. Jaj, Dóri, ahhoz képest milyen aktív voltál. Csak igen. Itt nagyon ügyes voltál. Pedig azt hittük, hogy csak nem vettünk észre. Ez legalábbis én azt hittem. Hát azért eléggé jól szoktunk emlékezni a nevek. Igen. Hajdú Éva. Igen. Jó volt ez a hajátok, Pusin. Köszönjük. Köszönjük szépen, igen. Thanks for the permission. Nikolát volt a kedvenc komment. Oké. Jövő kedden megint jövünk este 7 órakor. Ha van kedvetek, akkor nyugodtan kommenteljétek szét a Facebookunkat azzal, mit szeretnétek látni, mert az idiómákat is, meg a képet is ti javasoltátok, úgyhogy ugye figyelünk. Miért lehet az, hogy amikor fogalmazást írok, borzalmasan magyaros? Erre még válaszoljunk szerintem. Igazából akkor tudod fejleszteni azt, hogy angolosan gondolkodj, hogyha minél több dolgot, mert angolul írod a dolgot, már tanul az kívülről. Ez nem egy jó hír. Ezt nagyon sokan nem szeretik hallani. Ja, főleg a kifejezéseket. Tehát, hogy ugye ezeket a collocations, ami mindig együtt áll, mert ebből épül fel a nyelv, jó? Szóval, tök sok embernek most az elsorlása. Örülök, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Szóval jövő kedden este 7 órakor jövünk. Ha esetleg lemaradnátok róla, akkor tudjátok, hogy újra tudjátok nézni. Igen, jövő pénteken várjuk az ügyfél találkozón. Igen, kedves ügyfelek! Így van. És jövő hétfőtől kezdődik a dumasul, ugye, hogyha váltottál demócsomagot, akkor október 3-ától már foglalhatod is az órákat, és belecsaphatsz az angol beszédet fejlesztésébe. Jaj, mennyi szívecske, igen, nincs. Köszönjük szépen, elvonulunk most nevetni, úgyhogy tényleg köszönjük, hogy velünk tartottatok. See you guys! Egy csomó újdonsággal fogunk jönni pár héten belül, addig is dumasulizzatok, gyertek, próbáljátok ki, várjunk titeket sok szeretettel. Oké, sziasztok! Ha tetszett a videó, akkor gyere, csatlakozz a Don't Panic Angol Vastművel Facebook csoporthoz, ahol napi ingyenes leckékkel várunk, közel 30 000 taggal. Gyere a Facebook oldalunkra, a Don't Panic Angolra, lájkold be az oldalunkat, valamint igényeld a 3 részes ingyenes beszédtréninget itt az oldalon, illetve gyere a YouTube-ra, és iratkozz fel a YouTube csatornánkra, ha beírod, hogy dontpanicangol.com, akkor a vastimi Don't Panic-re nyomsz, és itt már nézheted is a Don't Panic TV adásokat, illetve rengeteg-rengeteg másik oldalt fogsz, hanem videót fogsz tőlünk kapni, illetve ha érdekel egy kötetlen beszédközpontú online nyelvtanfolyam, akkor pedig látogass el a blog.dontpanicangol.com oldalra, ahol ki tudod próbálni a dumasulit mindösszesen 1000 forintért 4 órát, úgyhogy itt meg tudod igényelni a demo csomagodat.